Álomszép fényutakon címmel nyílt meg a látogatók előtt Tari Ildikó festőművész jubileumi kiállítása 2015. november 5-én Csömörön a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A tárlatot Varsányi Edit Zohár, Cserhát Aranyművészeti Díjas festőművész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Amikor eljövünk egy kiállítást megnézni, akkor a festőművésznek a lelke az egy picikét nyitott könyv lesz számunkra. Betekintést fogunk találni az ő belső mély rétegeibe, az ő kis lelkébe. Mi alapján történik ez? A színhasználat miatt, a kompozíció miatt, és maga a téma, amit fest. Tehát azért nem mindegy, hogyha én elmegyek egy festőművész kiállításra, hogy milyen témákat fogok látni. Hiszen maga az a téma, amit látni fogok, az a festőművész lelkéből van, akár úgy, hogy fotózott, és az alapján akár egy másik festő megihlette a művét, akár egyszerűen csak megálmodta, teljesen mindegy, hogy milyen indítatásból készült el a mű, az ő lelke benne van. És minden egyes művésznek, alkotónak, akár festőművész, akár csak otthon alkot valaki, akár csak kézműves, akár szobrászművész, teljesen mindegy, a kézjegye a lelke benne van. Tari Ildikó kisgyermekkora óta számos kreatív tevékenységben igyekezett kifejezni mindazt, amit magában hordoz, ahogyan a világot látja. Zenélt, énekelt, szavalt is, érdekelte a versírás, a fotózás, de leginkább mindig a képzőművészet vonzotta. Első olajfestményét 1999 nyarán készítette. Volt akkor egy kis importruha, meg babaruha üzletem Zsámbokon, ahol laktam, és betévett egy festőművész a környékről, mert jött hát turizni, ahogy ő mondta, a lányával. És akkor így elkezdte mondani, hogy ő fest, hát és én nem is értettem, hogy mit fest, meg miért fest. Hát nálunk is dolgoztak a festők, hogy mi van ezzel olyan különleges. És akkor ő utána elmondta, hogy képeket fest, és akkor hát akkor már egy kicsit csak megcsiklandozta a figyelmemet, és akkor mutattam neki rajzokat, hogy én meg rajzoltam, meg szerettem volna, de nem lett belőlem senki, mert nem vettek föl, hát én csak így varrogatok, meg ez az. És mondta, hogy de ő mindenképpen akarja, hogy én próbáljak meg festeni, és akkor átjött másnap, én mondtam, hogy nem akarok majd valamikor nyugdíjas koromban, hogy értse meg, hogy én nem akarok festeni, tehát én csak ezt megmutattam, de én nem akarok festeni, de erőnek elejével eljött másnap, és akkor leültünk az udvaron, elhozta az összes festékét, ecsetét, és akkor megmutatta, hogy kell, tehát egy farost lemez táblán, ami le volt már alapozva, és akkor megmutatta festett füvet, fát, eget, meg vizet, és láttam, hogy ez nem áztatja el a papírt, ez nem olyan, mint a vízfesték annak idején. Editkinek elmondtam, hogy annak idején az iskolába itt Csömörön, én voltam egyedül az osztályban, akinek megengedték a tanárok, hogy mert utáltam a festéket, hogy csak grafit rajzoltam, mert utáltam, mert azt nem tudtam, meg házik, meg minden is, viszont rajzolni nagyon szerettem. És akkor így ilyen formán nekem az ecset az távol volt. És hát ott meg aztán én láttam, hogy ő mire tanított meg, és akkor, vagy mit mutatott meg, mert hát a megtanulás az messze volt ettől, és ott hagyta az ecseteit, hogy próbálkozzam, és akkor hát akkor annyira megszerettem ezt a dolgot, mert sikerült valami szépet festenem elsőre, egy havas hegycsúcsokat, ami állítólag nagyon jól sikerült. Ezt követően autodidakta, amatőr festőként folytatta a művészeti tevékenységet. Bemutatkozó kiállítását 2000. januárjában szülőfalujában Csömörön a Magyar Kultúra Napján tartotta meg. Az elmúlt 15 év alatt az ország számos településén kapott lehetőséget önálló tárlatok rendezésére. Alkotásaira leginkább a természetelvűség jellemző. Kezdetben szerintem úgy gyűjtöttem a témát, vagy az ihletet, hogy nézegettem azt hiszem ilyen árverési katalógusokat, hogy melyik képek tetszenek, és akkor kivagdostam, hogy hú de szép, hú de jó lenne tudni ilyet festeni. Aztán későbbiekben, mivel hogy fotóztam is a saját fényképeimből, ami fényképnek is nagyon szépnek láttam, elkezdtem azokat, meg olyan szép helyen lakom, ahol nagyon szép a tó körül, a táj, meg a naplementék, és azokat a fotókat nagyon nagy előszeretettel festettem, és szépek is lettek. Volt olyan, hogy találtam képeslapot, amin egy ilyen őszülőfa volt, így, és azt is tudom, hogy megfestettem, és az is nagyon jól sikerült. De igazából az utóbbi években Neugrádi Andalnak, meg Heller Andornak a képei, amik nagyon tetszettek az elmúlt századoknak a munkáit, meg előző századoknak a festői közül is sok volt, akiknek a munkáiban azt láttam, hogy szép. Ami nekem, ami úgy közel állt a szívemhez, ami,
ami hát valahol de nem tudom azt mondani, hogy olyan, mint az enyém, mert messze nem vagyok olyan szinten, meg nem tudom azt visszahozni, de valahol ők ihlették meg. Tehát az ő stílusuk, színviláguk, az a kompozíció, tehát a fotózásnál is nagyon szeretem a kompozíciókat úgy megfigyelni, és úgy vettem észre, hogy a festményeknél is előre tudatosan megkomponálom a képet, hogy abból valami aztán a végén összejön. És ami nem ilyen volt, az eleve nem tetszett. Attól nem akartam tanulni, akinek nem ezt láttam, hogy ilyen a munkája. De nagyon sok olyan kortárs van most is, akiknek, nem is sorolnám fel, akiknek nagyon szépek a munkái, akiknek ha megfigyelem a festészetét, akkor abból nagyon sokat tudok meríteni. Tari Ildikó jubileumi kiállításán festményei mellett új szenvedélyét, PowerPoint technikával készült műveit is megtekintheti a közönség. A PowerPoint egy levegőre száradó speciális keményítő és ragasztóanyag, melyet textil, papír, szárazvirágok, selyem, puha bőr, gipsz, fa, kerámia, kő, fém és egyéb természetes felületre lehet felhordani. Ez a kreatív technika számtalan alkotási lehetőséget hordoz magában, ahogyan a Tari Ildikó kiállítása is bemutatja. Adtak elém egy ilyen 40x60-as fatáblát, és akkor mutatták, hogy ez a PowerPoint, ott van textilek, válogassak, és hogy akarok-e fejet tenni rá, mit akarok, és akkor egy hát is akkor így néztem, és akkor így csűrtem, csavartam, és akkor hát ott van kint egy ilyen bronzos kép, az volt az első munkám, és hát le voltam döbbenve, hogy mit lehet, és ők is csak nézték, és akik még ott voltak, azok is néztek, hú, de jó lett, meg mindenki, és én csak néztem, hogy most én ezt csináltam, és de annyira mélyen belém tapadt ez a dolog, nem csak az anyag kezemre, mert hát ez rátapad, hanem én ebben úgy beleszerelmesedtem, hazamentem, akkor már a családom is megdöbbent, hogy mit csináltam, mert teljesen készre készítettem el 4 óra alatt, és akkor utána álmomban mindig ilyen PowerPoint képeket láttam. Nem tudtam megjegyezni, mondom, ezt le tudnánk fényképezni az álmunkat, milyen jó lenne. De nem. És akkor nem tudtam menekülni ettől a gondolat, és mondtam a férjemnek, mivel felajánlották, hogy esetleg ezt csináljam komolyabban, hogy legyek oktató, tanulja meg, mert látták, hogy van hozzá képességem, meg térlát, hogy mit tudom én, mi van bennem, amit láttak, és akkor én meg akkor úgy döntöttem, hogy akkor ezt folytatom, és teljesen megtanulom, amit erről tanítanak most, hogy milyen tárgyakat lehet csinálni, és úgyhogy azóta hát átalakítottuk a nappalit, egy műhelyé, ezt csak a férjem tudja, úgyhogy mindenütt polcokat hoztunk be, gipsztiöntőformákat vettem, mindenütt csipkék, rongyok, járom a turikat, és szedem össze a csipkéket, meg a mindenféle kütyüket hozzá. és ez most olyan, hogy az így fülig bele vagyok szeretve, és ebből szeretnék még sok mindent olyat csinálni, és úgy szeretném, hogy valamilyen formán kiemelni ezt abból a szintből, amiben látom, hogy lehet csinálni. Tehát, hogy ha oktatok is, és tanítom ezt a technikát, amellett én szeretnék ebből, tehát ezt valamilyen féleképpen művészi szintre emelni. Mert úgy hiszem, hogy lehet, és akkor van értelme. Tehát az, hogy ha tanítom, nyilván aki eljön egy egyszerű háziasszony, és szeretne valamit megcsinálni, megtanítom a legegyszerűbb dologból valami olyan szépet, ami neki sikerélmény, de nem biztos, hogy az lesz a vágya, hogy ő ezt most művészi szinten csinálja, amellett párhuzamosan én meg szeretnék ezzel is művészkedni egy kicsit. Tari Ildikó csömöri tárlata annak a kiállítás sorozatnak a 3. állomása, melyet 15 éves festői munkássága alkalmából szervezett. Az alkotások november 18-áig tekinthetők meg a Petőfi Sándor Művelődési Házban.